Jó reggelt kívánok! Ne fő bügyeztettem a GoPro-t, és majd meglássuk, hogy mire is jutunk vele. Hogy is tegyem, vagy így. Jó, bezerítettek már megint. Pitty. Robotolni kell menni. Ki is sikerült jutni? Hál' Istennek. Most különben 4K-ba, hogy mondhatom így is, 4K-ba vesszük a vigyinyót, meglássuk majd, hogyan is sikerül. Remélem, hogy megérte. Különben is korán reggeli Energizer, be kell küldeni. Már megint elaludtam. Ez a Munkus Undrus csodákra képes. Na még mit is akartam mondani, az, hogy tegnap voltunk a GoPro-é Losdorfba, az, ha jól tudom, Melknek a tartományához tartozik. Hát próbáltam, vagyis videóztam az utat is, csak hogy erős volt a napfény, és nem sok minden látszik benne. Na most ezért különben az véget is lett a GoPro véve, hogy jobb legyen a minőség. Na most majd meglátjuk, hogy mire is jutok vele. Remélem, hogy jó lesz. Gyönyörű hely volt, tényleg olyan szép. Na, mi van? Ember már hadszuk ki mehetett volna. Pont arra, mint majd amerre én, mi? Kicsit azért taposni kéne neki. Na most itt az van, hogy ahogy néztük, hogyha 4K-ba videózok, akkor nem lehet a stabilizátort bekapcsolni. Hát na most szerintem az autóhoz nem is kő a kép stabilizátor. Majd kiderül. A motorról még elmegy. Ez jó, hogy péntek reggel így nem szokott ma. Mostanában nagy duguló lenni. Sokan nem dolgoznak. Nekünk muszáj. De már alig várom, hogy az érjek, és megnézem, hogy milyen is a vigyinyó. Remélem jó lesz. Majdnem, hogy üres az utca. Oké. Tutti. Furbringa. Reggel hősies harcot vívtam az ébresztő órával. Hát az ébresztő óra nyer. Még szerencsé, hogy minden 5 percre állítom a
zébresztőmet. Ha mindig olyan nyomom. Igen, mindig szükségem van arra az 5 percre, de nem gondoltam volna, hogy épp ennyi sző. Csípem az ilyen, amikor láss, hogy piros van, akkor szépen leveszi a lábát a gázról. És akkor olyan nyugdíjasan trüttyög, trüttyög, trüttyög. Te meg szégyen. Nem? Szokott az úgy is lenni. Még az a másik izé, hogy nem tudom kibe kapcsolni. Fogalmam sincs, hogy ki. Azt tudom, hogy izé vezényszóra, miközben jobban felcsapni tudom. De csak izé vezényszóra tudom elcsapni a másik izé GoPro-t, mert fingom nincs, hogy ki a videót megállítani, és meg mit tudom, még ez nagyon új én nekem. Majd belegyűvök. Tegnap próbáltam egy fajta beállítást rajta motorra. Elmegy, de azért mondom, most ki akarom próbálni a 4K-t, hogyha úgy veszem fő 4K-ba, akkor milyen is lesz a videója neki. Remélhetőleg jó. Remélem. De most ennyi is van, 5.54. Úgy pergetni kell. Nem baj, majd nem sokára az autópályára érünk. Akkor lehet nyomni neki. Megy egy moci. Tessék, mondtak már, de nem épp úgy néz ki, mint ha eső lenne. De sosem tudni. Szintén nem volt kedvem megállni. Meg a motorral kicsit több idő kell, hogy elinduljak. Lusta vagyok, ennyi. Még hőhúzom kabátot, meg a hosszú nadrág, beindítom a kamerát, a hangfelvevés, meg blá. Különben tegnap lehidaltam, gyerekek. Mondom, hogy de utána nézek, hogy milyen adapter, mennyibe kerül az adapter a GoPro-hoz, hogy összekapcsoljam a mikrofonnal. Sokféle itt találtam, de az elsőt, amikor kinyitottam, 108 euró. Ah, hülye vagy! Faktikusan nem került annyiba a kamerám. Mert láttátok is, hogy mennyi cóki-móki van benne. Hú, szerintem negyedik nem fogom használni, na de jó van. Bedobnám a medencébe, hogy csinálja a felvételeket kis Bagdának onni. Még jó jártam, hogy a benzinkútra beengedtek, mert itt Ausztriában lehet videózni, csak nagyon vigyázni kell, hogy hogyan is videózik az ember. Nem nyomhatod mindenkinek a gépibe a kamerát. Mondjuk rá egy kicsit hülyeség, na de jó van, hülyeség, nem hülyeség. Van, akinek nem tetszik, ha videózza az ember.
Az egy benzinkutas, az jó volt. Még mindig ezt írja, halten sie Abstand, bleiben sie gesund, de jó. Arra rájöttem, hogy egy nagyobb memória kártyát kéne venni bele. Mert 32 gigásat raktam be. Hát is mondjuk rá, tényleg ez a rövidke motoros túra, a túra. Korábban nézzétek el, beszélek össze-vissza. Ez az egy motoros kör, és ez 10 gigába került, na most így. De egy hosszabb videó, azért benyelni. De mindegy, ha lesz egy nagyobb memokártya, akkor az a 32-es az visszakerül a rolejbe, a nagyobb meg megy a GoPro-ba, úgyhogy lazák vagyunk. Még a másik egyre keresek valami telefontartót a motorhoz. De még mindig nem jöttem rá, hogy milyen legyen, hogyan legyen. Na de egyszer majd meg lesz az is. Nem kell idegeskedni, lazák vagyunk. Pontos hívás. Ötletes dolog telefonozni, mert nagy esélyjában ő veszi azt is. Szia tesók, a múton vagyok, itt vagyok a Shopping City-nél, az autópályán. És az autópálya bekötésnek. De én vezetés közben fogalmam nincs. Annyira nem is izgat. Itt megbüntetnek érte, majdnem is szoktak be vezetés közben, az kész. Ennyi. Mi a ráznak vették le most 80-ra? Péntekkor a reggel, na ezt a 80-est elnézzük. Halló! Kia! Elmentjünk máma? Fogalmam nincs. Vegyek nekünk állítani az égkérbe. Ahogy te akarod. Én nem jó, tudom. Jó, vagy így. Na, akkor megvan jó, a válasz. Jó, látom a kocsiját. Ja? Ez nem az várjában. Nem az volt, mert ez a végségese baszokkal ugyanolyan volt. Hát ugye a faszom gyűni máma, vegyek neki gálit. Megint szoktam vettek meg egyet? Hát tudom, eddig is megittam, mikor vettél neki egyet. Jó, akkor vettek meg egyet, akkor nem nyilván tudok jövő. Ennyi. Az gond megoldva. Ciao. Ciao, ciao. Nem sokára ott leszek. Jó, jó. Ciao. Ciao. És így megvolt a fontos telefonhívás. A telefonhívás az mindig fontos. Na, de mink is végre normális sebességgel haladhatunk.
még oda se értem, gyerekek, de már úgy várom, hogy mikor lesz a mai napnak vége. Várom már, mint a megvált út. Gondolkodom, hogy mikor is tankoltam bele. Hát nem olyan rég tankoltam bele. Szombaton tankoltam, az már 503 km van a kocsiba. Ez még úgymond, hogy nem is autóztam össze-vissza. Jó megpakolt a Volvo-t. Goldberger. Már nincs kedvem a mai napon. Tudom, mi mindent akarnak megcsinálni. Az azért durva. Ezek úgy beszámolták a mai napot, mintha 30-an dolgoznánk. Azt a végén csak 4-5-en vagyunk. Ezt úgy akartam mondani, hogyha az egyik csávó jön, aki azt mondta, hogy máma nem dolgozik, akkor összesen 5-en leszünk. Ha meg nem gyűn, akkor meg 4-en. A főnök az jobb, ha nem is jön, mert az sok fő fog tartani bennünket túl bonyolítással, úgyhogy ez van. Hogy se jól sem bírok észült érni így kora reggel. Olyan kumás vagyok. Na de ez kit érdekel, ha nem igazatok is van. Ki a fenét érdekel, hogy kumás vagy, te kocsok. Mert már megint nem hoztam. Na mindegy. Még a Taliban alelőtt átjöttünk. Valami furcsát olvastam. Két helyen is becsuk az old timer. Na most nem olvastam az egészet, hanem csak a címét, hogy itt Guntramsdorfnál becsuk meg a Grác alatt be fog csukni. Amit furcsálok, mert hozzátartozik parkoló helyét, terem, italozó, ez itt az autópálya mellett van különben, mindjárt, mindig teli van. Mi csuknak be, biztos valami pénzmosás, vagy a fene tudja, miről van szó. Becsukhoz kinyitó, gondolom, hogy a tulaj többet rakhasson zsebre. Ezt gondolom én. Mondjuk rá, ha elolvastam volna a cikket, akkor többet tudnánk róla, de mindegy. De sérjük a lefordulóhó. Én a napom ma ilyen gyorsan tellene, mint ez az út a munkahelyig. Hó, de jó volna! Mennyi van? 6 óra 7 perc. Váj!
Különben hallottátok, ez a pittyögész? Ezt irányjelzőnek hívják, van a BMW-be irányjelző. Meg tudom mutatni a többi szerencsétlennek, hogy jobbra fordulok-e vagy balra. Hogy lássák, mikor hajtok ki elébük. De már ilyenek ezek a köcsök BMW-sök, én mondom nektek. Azért az üvegemet már megmosatnám. És megint elkap a piros. Jobb lett volna, ha piros autót veszek fekete helyett, minden szemafornál piros taktam kapni. Akkor összehangolhatnám a piros autó, piros szemafort. Kiberázott a hideg. Jó. Különben, ha a napfény véget nem lesz jó a kép, valami olyasmit láttam, hogy fogok valamilyen sötétített üveget, és akkor át kell tenni a lencsére, hogy akkor jobb lesz. Egy olyan majd lehet az egyik önéznem. Meg a másik, egy vízálló tokot kell majd vennem, de azt majd mindent majd idővel nem kell sietni. Mert ez a GoPro így is vízálló 10 méter mélységig, csak az én ügyetlenségem a baj. Az, hogy itt nincs a lencse védve, még mi, mert csak így láttátok, így körbe van műanyagozva ez a tok. Úgyhogy egy olyan komplett csukottok, az azért jobb lenne. Mert hát Istenem, minek kocsiban használhattam ezt a nyitottat is. Nem, az nem gond. De motorra inkább a csukottat. Mert hallani úgyse halljátok, hogy mit mondok. Telefonon veszem fel. A másik dolog még hozzáütöm valahol, vagy ne egy Isten leesik, még mi inkább a top törjön össze, mint a kamera. Hanem én is ezt mondom. Nagyon kíváncsi vagyok már, hogy milyen lesz a videó. Nektek milyen, majd írjátok meg ugyan kommentbe, hogy szerintetek milyen lett a videó, hogy most láttok-e különbséget a kép és a hangnál, hogy jobb-e, rosszabb-e, vagy mi, meg ötleteket azért szívesen foglalnék, hogy milyen vigyinyókat készíjek, még a másik, hogy valami intrót kéne kitalálnom, mondjuk rá a motorblokkhoz, meg az autós vlogoknál, hogy mi is legyen, milyen legyen a belépő, az intro. Azért annak nagyon megörülnék, mert fingom nincs, hogy milyen legyen. Jó erős a napfény.
Na, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és akkor GoPro videó, afnám és toppen.